Vendégem pedig a stúdióban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét. Ugye a tegnapi napon 1500 embert láttak el a Bokcsarnokban. Hány embert képesek egyébként ellátni? Mennyire van most tömve? Mennyire van tömeg most ott? Nem jártam most ott per pillanat, nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy a mai napon elértük az 500 ezres számot, tehát meghaladta az 500 ezret azoknak a embereknek a száma, akik a háború elől, vagy a háborúból Magyarországra menekültek. Ez egy óriási szám, 500 000 ember, akiknek a száma most már meghaladta a 2015-ös migránsválság, akkor ugye 400 000 illegális bevándorló haladt át Magyarországon. Az 500 000 ember, ez olyan nagyságrend, hogy itt már az államnak, az önkormányzatoknak, a karitatív szervezeteknek, más civil szervezeteknek és a lakosság széles tömegeinek az összefogására van szükség, és az állami tartalékok mozgósítására is, és ki kellett alakítani egy olyan alkalmazási rendszert, amelyik biztosítja a határon való gyors átjutást, az elsődleges tájékoztatást és segítségnyújtást. Ezt követőleg viszont megfelelő feltételeket kell kialakítani, amelyek tartósan is működőképesek, hiszen itt egy tartós, akár beláthatatlan ideig tartó feladatról van szó. Ezért alakult meg ez a csarnok, ahova a buszokkal szállítjuk a vonattól az érkezőket, ott az orvosi ellátástól, a pihenésen, a tisztálkodáson át a legkülönfélebb jegyet megkaphatják a továbbutazáshoz, pszichológusok, tolmácsok állnak rendelkezésre, továbbutazásuk is szervezhető. Egy szóval egy olyan központ alakult ki, amelyik képes ezt a nagyságrendet tartósan is kezelni. És azért is kérdeztem, hogy a kapacitást mennyire lehet növelni, illetve mennyire van most elítve a Bokcsarnok, mert ugye azt lehetett látni az összefogásban, hogy nagyon sok magánszemély ajánlott fel ingatlant, nagyon sok önkormányzat ajánlott fel, illetve karitatív szervezet, amelynek volt még erre lehetősége ingatlant, hogy ezek az emberek, akik jönnek, ha ideig, óráig vagy napokig, de el legyenek szállásolva, és aki mondjuk húzamosabb ideig szeretne itt lenni, akkor őt hogyan tudják ellátni, nem csak egészségügyi szempontból, hanem szociális és munkahelyi szempontból. Az egészségügyi szempont, ez nagyon fontos különben, egyrészt, hogy fertőző betegségek behúzulására ne kerüljön sor, de legalább ennyire fontos az, hogy akik a háborúból menekültek, nem biztos, hogy van magas vérnyomás elleni gyógyszerük, cukorbetegség elleni gyors, stb. Tehát nagyon gyorsan kell intézkedni, hogy súlyos következményeket megelőzzünk. Az a helyzet, hogy ez a megoldás, amit itt kialakítottunk, ezt más országokban is alkalmazzák, a nagy tömegben érkező menekültek elsődleges szűrésére és ellenőrzésére, és továbbutazásuk megoldására, ami pedig a tartósan Magyarországon akik itt szándékoznak maradni, ott az államnak az egyik hatóság, a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az, aki nyilvántartással rendelkezik ezekről a felajánlásokról és egyéb igénybe vehető objektumokról, ahol tartósan is elhelyezhetők azok, akik úgy gondolják, hogy Magyarországon szeretnének maradni, vagy ideiglenesen Magyarországon szeretnének maradni, hogy a háború után innen könnyűszerrel visszatérhessenek a hazájukba az újjáépítés támogatására, volt otthonukhoz. Ez egy nagyon nehéz feladat. Magyarország nyilván mindent megtesz az érkezőkért, és akik tartósan itt maradnak, ugyanolyan feltételekkel kell, hogy 3 hónap után találkozzanak, mint a magyar állampolgárok. Munkavégzés, lakhatás, iskola, és minden más segítség, a hatósági segítség is az szükséges okmányokhoz, amely a magyarországi tartós tartózkodást lehetővé teszi, ugyanakkor szolgálja a magyar emberek érdekeit is, és az érkezők érdekeit is. Ezt hogyan tudják koordinálni, hogy a folyamatok azok párhuzamosan is, illetve egymáshoz kapcsolódóan is zökkenőmentesen zajlódjanak, ugyanis itt nagyon sok karitatív szervezet van, akár a pályaudvarokon, akár itt a Bokcsarnokban, akár a határon, az ukrán-magyar határon, és nyilván az ő tevékenységüket is koordinálni kell, akár részfeladatokat. Van egy karitatív tanács, amelyet a magyar kormánynak az egyik ezzel a szakterülettel foglalkozó államtitkára irányít, koordinál, illetőleg a kormány szóvivőasszony is aktív tevékenységet végez ebbe a munkába. Itt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy tartós megoldásokra és a magyar állam erőforrásainak a mozgósítására van szükség, ezért itt
az a társadalmi összefogás, ami kialakult, ez hosszú távú és fontos megoldásokat tartalmaz. A magyar emberek összefogtak a bajba levők megsegítésén, és ez az 500 ezer ember ez vélhetőleg növekedni fog, hiszen az elkövetkező időszak további menekültek érkezését láttatja részünk, hiszen nagyon sokan vannak Kárpátalján, nem véletlen, hogy van egy olyan feladat is, túl elég bonyolult feladatról van szó, hiszen határt védelmezni, oltalmazni, ellenőrizni kell, de ezen túlmenőleg szeretné Magyarország segíteni azokon az embereken, akik Kárpátalján vagy esetleg még mélyebben is Kelet-Ukrajnából oda menekültek, és ott élelmiszer, egészségügyi anyag, gyógyszer hiány van. Magyarország több százmillió forint értékbe küldött már eddig is sok tonnányi anyagot ki a rászorulók segítésére, vagyis nem csak az érkezők ellátásáról, hanem az ukrán területen tartózkodók segítéséről is. Szó van túl a határbiztosítási feladatokon. És van arra vonatkozó prognózisuk, hogy nagyjából hány ember jöhet még át a magyar-ukrán határon, illetve ezek közül hány az, vagy mennyi az, aki tartósan itt szeretne maradni? Ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a háborús helyzet kialakulásakor az ENSZ-nek volt egy előrejelzése, amelyben az volt, hogy mintegy 250 ezer ember fog érkezni Magyarországra, ahogy az előbb említettem, meghaladtuk az 500 ezeret, tehát ez már nem reális. A jelenlegi prognózisok azt mutatják, hogy elérheti a 900 ezer főt is a Magyarországra érkezők, de ez nyilván függvény annak, hogy hogyan zajlik a továbbiakban a háború, mikor vezetnek a nemzetközi erőfeszítések oda, hogy a béke megteremthető lesz Ukrajnába, és megkezdődhet az ország újjáépítése. Igen, mert ugye nagyon sokan azt mondják, akár interjúkban, vagy a segítőknek, vagy bárkinek, hogy ők majd szeretnének hazamenni, visszamenni, csak nagy kérdés, hogy tudnak-e, ha pedig igen, mikor tudnak, addig viszont úgy tűnik, hogy az első biztonságos országban maradnak. Ez így van, vagy tovább utaznak esetleg más országokba, de a visszatérés szándékával, tehát nem a végleges letelepedés szándékával. És itt látható az, hogy mi a különbség azok között, akik az első biztonságos országba érkeznek egy háború elől. Láthatjuk, hogy nők, gyerekek, öregek érkeznek, akik legmesszebb menőkig együtt működnek a magyar hatóságokkal, és okmányaikat rendelkezésre bocsátják, és hálásak azért a segítségére, amit a magyar emberektől kapnak. Míg a szerb szakaszon az illegális migránsok a mindennapokban, fiatal férfiak, szervezett bűnözés által irányított embercsempészbandák segítségével, nagy csoportokba, erőszakosan, okmányok nélkül ismeretlen identitásra próbálnak áttörni. Éppen az elmúlt napon történt egy olyan baleset, hogy az embercsempész igazoltatni akaró rendőrt elgázolta, tehát mindennaposak ott az erőszakos cselekmények, ezért ezt a kettősséget, hogy az illegális bevándorlás megállítása és a bajba levő háborúból és háború elől menekülőknek a megsegítését Magyarországnak egyszerre kell teljesítenie. Bakkondi György, köszönöm, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm.